természetesen mindent elismerést az ember nagyon nagy örömmel fogad. Nagyon örültem, hogy az én személyem is előkerült, hogy 2020-ban lehetek a Gyulaváros sportjai kitüntetettje. Ha visszatekintek az életemre, akkor nyilvánvaló, hogy az egész a sportról és Gyuláról szól, a munkám, az életem, a családom, minden ide kötött is. Minden gyökerem itt van. Hogy indult ez a sportkarrier? Hát ez a sportkarrier, ez nagyon érdekesen indult, mert általános iskolás koromban már úsztam, úszóedzésekre jártam, utána általános iskolába kézilabdáztam, futballoztam, középiskolába kosárlabdáztam, utána főiskolán futball, és akkor végső soron a futball fele orientálódtam, és amellett vagyok a mai napig. Az én véleményem az, hogy teljesen mindegy, hogy mit sportol valaki, csak sportoljon. A sport nagyon sok mindenre megtanít, jellemet nagyon szépen alakít. Tehát megtanulja az ember a győzelem ízét is kezelni, de megtanulja a vereséget, a negatív dolgokat is. És emiatt rettentően fejleszti az ember a tulajdonságait pozitív irányban. Tehát én a sportot ezért szeretem igazán. Nyilvánvaló, hogy a tömegsport és az úgynevezett profi sport, tehát az elit, az egy más kategória. Tehát arról én nem tudok nyilatkozni, mert én sose voltam elit sportoló, hanem mindig a tömegsportba tevékenykedtem. Magyar foci jövőjét hogy látod? Hát nehéz kérdést raktál fel nyilván, mert nem látok bele tehát a profi sportban nem látok bele. Egy biztos, hogy valami elindult, ami a fiatalokat ezekbe a sport akadémiákba irányítja. Most ezeknek a sportakadémiák elég sok helyen van az országban, ennek van egy külön erről, amire ahhoz az egy misét megérne, ugye, hogy milyen lehetőségeik vannak. Én úgy érzem, hogy egy picit talán most egy pici visszatorpanás van, hogy a gyerekek talán nem nagyon akarják, vagy nem fogadják el, hogy kiváló sportolóak legyenek, de én véleményem az, hogy jó irányba indult el ezekkel az akadémiákkal a labdarúgás jövője. Megmondom őszintén, hogy meglepett, mert nem gondoltam volna, hogy még egyszer megkapom ezt a díjat, de természetesen nagyon örülök neki. A Lila iskolába jártam, ugye, és ott Belli néni kezei alatt cseperedtem. Hamar megszerettem, mert tényleg voltak sikereim már nagyon hamar, és így kerültem igazából a kézilabdához közel. Igazából én nem éreztem ezt soha tehernek, vagy lemondásnak. Szerintem minden belefért emellett az életembe, amire szükségem volt. A sport ad azon túl, hogy eredményeket hoz, valami olyan lelki vagy egyéb mentális segítséget, ami az életben is hasznos? Természetesen. Én úgy gondolom, hogy aki sporttal, pláne egy ilyen csapatsportban, az sok minden pluszt megtanul, másképp szocializálódik. Ugye egy csapatban egymásért kell küzdeni, ő nagyon sok alázatot és szorgalmat kell belevinni ezekbe a dolgokba. Nagyon jó érzés volt ide kerülni, és újra egy sikeres évet magam mögött tudni. És remélem, hogy az elkövetkező nőkben is ilyen sikeres évet zárhatok le, mint most. 7,5 évesen kezdtem el teniszezni, azóta igazából 17 éves kor, amíg versenyszerűen csináltam. Szinte az összes versenyre elmentünk, ahova lehetett, utána elkerültem egyetemre, és ott is próbálok ugyanúgy edzeni és elmenni a különböző felnőtt versenyekre. Mit ad neked a sport ezen belül a tenisz? Hát először is megtanultam tisztelni a másikat, illetve hát maga ez a versenyszellem, a teljesítés, illetve hát nem tudom, én nem tudnék sport nélkül élni, tehát szinte a mindennapjaim részével. Nekem a példaképem az mindig is Roger Federer volt, illetve hát Fucsovics Marcit is eléggé nagyra becsülöm. Hát próbálok minél többet edzeni is, minél jobb eredményeket elérni, illetve ahogy a tanulás is engedi, hát minél feljebb jutni. Illetve szeretnék elindulni, mert idén is elindultam a felnőtt UB-n, szeretnék majd jövőre is eljutni.